A hulladék gazdálkodási átalakítás célja, hogy a lakosság ne nőjenek, ugyanakkor a holding és a közszolgáltatás non-profit jelleggel legalább nulszaldósan működjön. Az elképzelések között szerepel, hogy a szelektíven gyűjtők díjkedvezményben részesüljenek, valamint, hogy a zöld hulladék komposztált formában a rossz minőségi szántóföldekre kerülhessen, a mezőgazdasági termelők pedig támogatást kapnának annak hasznosításához. A kormány döntése alapján már 2016. január 1-től megalakult a Nemzeti Hulladékgazdálkodó és Vagyonkezelési ZRT, Koordináló és Vagyonkezelő ZRT, amelynek az lesz a feladata, hogy országos szinten ellátja a hulladékkezelés koordinálását, valamint finanszírozását. A lakosság szempontjából elmondhatom, tehát a megyében érő lakosok szempontjából semmiféle negatív változás nem fog ezt követően bekövetkezni. Ha mindent jól csinálunk, akkor gyakorlatilag ők ebből a változásból semmit nem fognak észrevenni, illetve pozitív hozadékai lehetnek majd. Az ügyvezető elmondta, a holding átveszi a közszolgáltatóknál fennálló követelések kezelését, így áprilistól a lakosság az új társaságtól kapja majd a számlákat. Ezzel megszűnik a környezetgazdálkodási cégek kint lévősége, valamint az uniós szelektív hulladékgyűjtési vállalások aránya is javulhat a hosszabb távú terveknek köszönhetően.